Csak nem 1600 körbála gyulladt ki Paks mellett tavaly augusztusban, mint később kiderült a tűzvizsgálat során, a tüzet egy nagykátai férfi szándékosan okozta. A sofőrként dolgozó férfi Tolna és Baranya megyében több ezer szalmabálát gyújtott fel, 50 millió forintos kárt okozva. A rendőrök azonban elfogták a gyújtogatót, a pécsi járásbíróság pedig 5 év börtönre ítélte nem jogerősen idén októberben. Több a szándékos tűzokozás, mint elsőre gondolnánk, hangzott el a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság által szervezett regionális konferencián. Egyesek szándékosan gyújtogatnak, mások égésgyorsító folyadékot használnak autójuk felgyújtásához. Közelmúlt eseményeiben is, Tolna megyében és Szekszárdon főleg olyan gépjárműtüzek keletkeztek, de említhetnék más települést is Szekszárd mellett, ahol egyértelműen fölmerült a szándékosságnak a gyanúja. Nagyon nehéz egyébként megállapítani mondjuk egy gépjármű tűznél, ahol teljesen kiég a gépjármű, vagy jelentős hányada károsodik a gépjárműnek, amely egyébként is ugye szénhidrogén származékokkal tele van. Olyan eset is volt, ahol szándékos gyújtogatásra gyanakodtak a hatóságok, ám a tűzvizsgálat arra derített fényt, hogy rágcsálók rágták meg az elektromos vezetékeket, ezért gyulladt ki két járműje is egy szekszárdi embernek. A regionális konferencián a katasztrófa védelem és a rendőrség azt is megtárgyalta különböző esetek bemutatásával, mire kell ügyelni egy helyszínelés során annak érdekében, hogy figyelmetlenségből ne változtassák meg a helyszínt, ezzel megnehezítve egymás munkáját. Nagyon fontos az, hogy mind a rendőrség részéről, mind pedig a katasztrófavédelem részéről a helyszíni szemlék lefolytatása, a tűzvizsgálati eljárások egyáltalán, azoknak nagyon sok a kapcsolódási pontja. Nagyon sok esetben egy tűzvizsgálat abból fog indulni, hogy bűncselekmény gyanúja merül föl. Nyilván ezeket a helyszíneket, amelyeket közösen kell vizsgálni, nagyon fontos, hogy egyformán is értelmezzük. Egyik szolgálatnak sem szabad a másik elé mennie úgy, hogy mondjuk a helyszín megváltoztatásra kerül, és ezeket át kell beszélni idő. Megközelítőleg 400-500 tűzeset történik Tolna megyében évente. A szakemberek az esetek mintegy 15%-ánál vizsgálták a tűz keletkezésének okát. A vizsgált esetek 80%-ánál, vagyis körülbelül 60 tűzesetnél merült fel szándékos tűzokozás.